Három hónapon belül ez a harmadik örökbefogadási nap, amit a Nyíregyházi Egészségügyi Telep szervezett annak érdekében, hogy a telepen lévő állatok szerető gazdira találjanak. A telep vezetője Róna Széki Péter elmondta, náluk minden nap örökbefogadási nap, de az előre meghirdetett napok azért különlegesek, mert hosszabb nyitvatartással várják az érdeklődőket. Este 6 óráig várjuk itt az ide látogatókat, azokra is gondolva, akik munkaidő miatt ugye csak ilyenkor tudnak kilátogatni hozzánk, mert egyrészt nagyon sok kutya várja a szerető gazdát, és aki menhelyről, illetve állategészségi telepről fogad örökbe, biztosan állíthatom, hogy egy hűséges társat fog találni. A telepvezető szerint nincs esélytelen kutya, hiszen előbb-utóbb minden 4 lábú gazdára talál. Van, amelyiknek például külföldön találnak szerető gazdit. A modern, tiszta és rendezett telepen, ahol 13 éve nem altatnak el állatot, a gondozók alaposan megismerik minden kutya természetét, így segítenek megtalálni az igényeknek legjobban megfelelő állatot. Az örökbefogadási napon a látogatók közelebbről is megismerhetik az állatokat, így ha egy kedvenc hiányzik az életünkből, itt garantáltan megtalálhatjuk új 4 lábú családtagunkat. Nem mindenki konkrét örökbefogadási szándékkal csak nézelődni, de előbb-utóbb azokból kerül ki a tényleges örökbefogadó is. A július remélem, hogy az előzőekhez hasonlóan szintén sikeres lesz, bár az elmúlt napok tapasztalatai azt mutatják, hogy valószínű többen töltik nyaralással a szabadidőket, mint örökbefogadás gondolatával, de hát ha rácáfol a nap végére ez. A telepen jelenleg közel 60 kutya vár gazdira. Köztük kölykök és idősebbek, kis és nagytestűek, mind csippel és szükséges oltásokkal ellátva. Minden állat átesett a kötelező hatósági megfigyelésen, és megkapta a szükséges állatorvosi ellátást. Az örökbefogadás során fontos mérlegelnünk azt is, hogy nem csak új esélyt adunk az állatoknak egy boldog életre, hanem ezzel egyidejűleg csökkentjük a menhelyek túlterheltségét, és támogatjuk a felelős állattartást is. Augusztusban a telep ismét hirdet olyan napot, amikor hosszabb nyitvatartással várják majd az érdeklődőket.